Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, Gyöngyös és a térség legfrissebb híreivel, Önök az aktuálist látják. Kisorsolta a június 26-ai gyöngyösi hármas számú egyéni választókerületben kitűzött időközi önkormányzati képviselőválasztás szavazólapjain a jelöltek sorrendjét a helyi választási bizottság. A sorsolást a jelöltek bejelentésére nyitva álló időtartam utolsó napján, május 23-án lehetett megtartani. Ennek alapján a lapon két jelölt neve lesz. Az első helyen a közös ellenzék jelöltje Sári István áll, míg a második a függetlenként induló dr. Béres Deák Attila András. Az időközi választásra azért volt szükség, mert tavaly augusztusban tragikus hirtelenséggel elhunyt Tóth Szabolcs önkormányzati képviselő. Egyre nagyobb méreteket ölt az internetes anyatejkereskedelem. Sok anyuka pedig talán nem is sejti, hogy az ellenőrizetlen forrásból származó anyatejjel milyen egészségügyi kockázatoknak teszi ki gyermekét. Hívja fel a figyelmet Gyöngyösváros önkormányzata. Pedig van más megoldás. Mint írják, a gyöngyösi anyatejgyűjtő állomáson, amely 1966 óta működik a városban, csak bevizsgált, ellenőrzött tejet kaphatnak az édesanyák. Aki itt adja le többlet anyatejét, literenként 2700 forintot kap érte. Vizsgálatok igazolják, hogy a csecsemőkorban anyatejjel tápláltaknál ritkábban alakul ki cukorbetegség, allergia, felső légúti hurut és többek között védelmet nyújt a kórokozók ellen is. Hozzájárul az idegrendszer megfelelő fejlődéséhez, elősegíti a szemben található retina fejlődését. Döntött a parlament a Magyarország alaptörvényének 10. módosításáról és azzal összefüggésben a katasztrófavédelmi törvény megváltoztatásáról. A képviselők közül 136-an szavaztak igennel és 36-an nemmel. Ha az államfő aláírja ezt a két törvényt, akkor a kormány veszélyhelyzetet hirdethet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitáriánus katasztrófa esetén is. Szakmai napot tartott a Sakkpalota program referencia intézményeként a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. A nap témája a Polgár Judit módszer volt, ami három fő elemből áll. A sakkjátszó térből, a Sakkpalota programból és sakktestnevelésből. A szakmai napon a 60 és az Egri tankerület iskoláinak, az ország referencia intézményeinek, valamint Gyöngyösváros óvodáinak képviselői vettek részt, hogy betekintést nyerjenek a foglalkozásokba. A program fő célja, hogy a sakk eszközeivel fejleszték a gyerekek képességeit. Azért gondoltunk rá, hogy a sakkpalota programot bevezetjük, mert a 21. században már a gyerekeknek más oktatási módszerekre van szüksége, mint a régebbi időkben, és ebben láttunk egy olyan lehetőséget, amivel a gyerekeknek a kreativitása, az együttműködés, a logikus gondolkodása jobban tud fejlődni. Jótékonysággal zárni az idei tanévet, hogy örömmel lehessen kezdeni a következőt. Idén is jótékonysági iskolatáskagyűjtést szervez május 23-a és június 23-a között az ország minden általános iskolájában. A Pont Velem Okos Program, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat és a GLS Hungary. A gyűjtés célja, hogy a gyerekek segítséget nyújtsanak nehéz helyzetben élő kortársaiknak, hogy új iskolatáskával kezdhessék a következő tanévet. A hátizsákokat a gyerekek megtölthetik az év során megmaradt, de még bontatlan vagy nem használt írószerekkel, füzetekkel vagy üresen is leadhatják a kapcsolattartó tanárnak. A mosolytáskát személyesebbé tehetik, ha rövid jó kívánságot, biztató üzenetet helyeznek el benne leendő tulajdonosoknak. Most következik Gyöngyös Ma című műsorunk, amelyben a hétvégi bornapokat fogjuk értékelni. Tartsanak velünk, addig is viszontlátásra!